Sziasztok! Hadd mutassam be az idei év egyik kényelmi fejlesztését. Ahogy ígértem, lesz pár újítása az oszlopon, illetve az üstön. Ugye a hőszigetelésről már esett szó. A másik az tényleg egy kényelmi szempont, ugyanis a direkt magyar szeszfokolóra gyártott epruvetta hosszabb a gyári kínai megoldásnál, és ezért ugye a legtöbb oszlopon, aminek széles üst ad otthont, a szeszfokoló mintacsapja túl közel kerül az üst pereméhez, nehéz hozzáférni, kicsit kellemetlen kezelni, főleg ha forró az üst. Erre ugye elég sok megoldás van, vagy nem használjuk a hosszabb epruvettát, amin ugye hőmérő is van, vagy egész egyszerűen beépítünk egy toldó elemet a könyök elé. Ez egy 10 centis kétszolos triklamp toldó elem, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az egész véghűtő és ezzel együtt az epruvetta kijebb jön, és az üst síkjától kifele áll, és így már kényelmesen oda lehet férni a mintavevő csaphoz. Semmi ördöngösség nincs benne, az oszlop működését nem befolyásolja. Arra érdemes figyelni, hogy ugye azzal, hogy kijebb kerül a véghűtő, ezzel egy kicsit nagyobb erővel cibálja itt az oszlop fölötti könyököt vagy tészelepet az egész véghűtő plusz epruvetta súlya. Erre be lehet építeni akár egy ilyen gumis csőbilincset, az egyik vége a deflegmátorra, a másik a véghűtőre, és közé, hát méretre szabott sima M8-as menetes szárat lehet vágni, ami gyakorlatilag pont a kívánt távolságra tartja el a véghűtőt a deflegmátortól. Ez egyébként orvosság arra a problémára is, hogy egy idő után, hogyha nem tökéletes a könyöknek a 90 foka, meg amúgy is egy kicsit tömörödik a tömítés, akkor a véghűtő szeret egy kicsit befele dőlni, tehát az oszlop fele dőlni, és nem lesz feltétlenül merőleges az epruvetta. A közéillesztett bilincsekkel ez korrigálható, és akkor tökéletesen függőleges az epruvetta, és akkor így nem akad el benne a szeszfokoló. Azzal, hogy kijebb jön az egész rendszer, a véghűtő plusz az epruvetta, ezzel akkor kényelmesebben oda lehet férni az epruvetta végén található mintavevő csaphoz.